Nagyon sok előkészülettel járt ez az aukció, mert hogy első volt a maga nemében, és az volt a célunk, hogy megszorítsunk olyan új köröket, akik nem biztos, hogy nyitottak, vagy nem biztos, hogy érdeklődőek a kortárs képzőművészeti rend, és lehet, hogy úgy gondolnak a jótékonyságra, hogy ez nem az ő asztaluk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy meg lehetett egy ilyen kampányt csinálni, amiben nem volt semmi garancia, hogy sikerül. Csináltuk energiával és pozitívan, és akkor ez mindig egy megerősítés, hogy talán csak ennyi kell, hogy hinni benne, meg hittel, meg elköteleződéssel csinálni. Meg kell, hogy valljam, hogy régebben nem vállaltunk semmiféle jótékonysági fellépést. Tetszett az, hogy ez nem csak egy léci adjatok kampány, hanem hogy ez egy kreatív folyamattal kapcsolódott össze, képekkel, fellépésekkel, fesztiválokkal. Az első az volt, hogy mondjuk el a félelmeinket, vagy hogy mi legyen az üzenet, hogy mindenkinek van olyan félelme vagy szorongása. A művészek is le vannak szorongásokkal, állandóan félelmeik vannak az új alkotásaikat, vajon befogadják-e. Nálam meg kell megdönteni a konvenciókat, ugye, és emiatt ehhez kell egy bátorság. Valami jóhoz adhatjuk a nevünket, ami nagyon sok emberen segít, főleg, hogy gyerekeken ez így különösen fontos nekünk is. Természetes, hogy a jó ügyért szívesen adjuk a nevünket. A második, ami szerintem szintén fontos, hogy ez egy nagyon komoly képzőművészeti értéket képviselő projekt, amiben a Weiler Péter adja ugye a művészetet hozzá. Ez egy olyan cél, ami mögé az ember szívesen áll be, és szívesen adja a nevét. Ugye ez is számít, hogy már hosszabb idő óta ismerjük őket, és nem kellett csalódni. Tehát láttuk, hogy az energia és a pénz az jó helyre megy. Péter személye volt egy garancia arra, hogy ez egy jó dolog lesz. Másrészt pedig a Bátor táborral, mert eleve egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ez egy régi halott pénzszám cím egyébként, ami a pólóra van írva, ez senki sem úgy nőtt fel, ahogy elképzelte. Szeretem ezt az üzenetet, hogy akárhogy is nőttél föl, az nem predesztinál semmire, hanem mindig tudsz változtatni, mindig tudod alakítani úgy az életedet, hogy az esetleg kedvezően befolyásolja a környezetedet. Nekem például a családomban van egy halmozaton sérült kis fiunk, a Jancsi, és miatta is egyre jobban érdekel, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik nem az a standard, minden működik és mehet is a világba. Úgyhogy engem érdekelt, hogy mit ad hozzá a Bátor tábor, mit hoz ki, milyen lehetőségeket ad. Az üzenete volt az, ami elég közel állt hozzám, úgyis nekem is vannak félelmeim. Vannak az embereknek olyan démonai, amit mindenképp le kell, hogy győzzenek, különben nem tudnak előrébb jutni. Nyilván mindenki elindul valahonnan, nyilván mindenkinek vannak félelmei, mindenkinek vannak akadályok is akár az életében, és szerintem nagyon fontos az, hogy ezekről merjünk beszélni. Nagyon sokan eltitkoljuk, vagy nem mondjuk ki ezeket a dolgokat, pedig nagyon is kell, mert nagyon sokszor pont ezzel tudunk segíteni másokon, úgyhogy egyértelmű volt, hogy itt szeretnék lenni. Az embernek módjában áll akármilyen módon segíteni olyan embereken, akiken kell és lehet, akkor szerintem ez a minimum. És persze lehet, hogy nem mi tudjuk a legnagyobb segítséget nyújtani, de az is valami, mi megpróbáljuk a saját magunk eszközeivel azt nyújtani, amit lehet, amit tudunk. Én is gyerekkoromban átmentem egy szörnyű betegségen, ami szerencsére nagyon jól végződött, most egészséges vagyok és itt vagyok, de át kellett menjek a sötétségek mindenféle budrain, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ő munkájuk, és nagyon fontos a gyógyulás maga is. Egy élménybomba az egész, és minden művésznek azt kívánom, hogy hasonló jó estője legyen, és ez tényleg egy óriási mérföldkő nekem is, és hát nagyon örülök, hogy a Bátor tábornak is sikerült olyan pénzt összegyűjtenünk, ami érzékelhető, és remélhetőleg a gyerekek is olyan dolgot kapnak belőle, amire büszkék lesznek.